Na most, hogy ki is pakoltam mindent az égvilágon, most megyünk tovább szépen. Tehát akkor most jelenleg így nézünk ki inventory-ilag, meg Billinél is így nézünk ki, jó? Na most, amit én gyorsan meg fogok csinálni, az még annyi, hogy Billivel teszek egy tiszteletkört. Jó, tehát ezt ki fogom cserélni, ígyni, összesség, mindent, jó? Mindent átpasszolunk neki, 84 darab lőszer, fog kelleni nekem 1-2-3 darab hely összességében, jó? Tehát akkor most meglátjuk, hogy ez hogy fog menni. Igazából ezzel el is fogom használni a shotgunt, jó? Tehát, nem regroup, maradsz itt, jó? Ja, igazából egyáltalán nem tervezem egyébként használni ezt a shotgunt mostanság. 2 darab lövésre elegendő összességében, ami benne van. Tehát ez nem túl sok, ugye? Gyertek! Nem pont így terveztem, de egy fejlővés az mindenképpen fasza. Él még? Nem él. Kiváló. Hogyha csak pisztoly van nálatok, akkor annyi a titka egyébként, hogy el kell jönni ide erre a részre, és onnantól kezdve tudjátok lövöldözni őket. Mindenképpen javaslom, hogy ezt a kettőt szedjétek le. Később még jönnek többen is egyébként, de itt meg kellett kerülni az asztalt, hogyha első körben szeretnétek kikerülni őket. Másodikban úgysem fogjátok tudni, jó? Tehát innentől kezdve szenvedni nem kell vele. Lőszert azt szépen bepakolom ide, ugyanis most erre van szükség. Gem, nem veszem ki a kezemből, erről van szó. Izgalom, móka, kacagás. Ezt a részt egyébként szeretem. Valamiért ez a ház, ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Az egész, hogy össze van rakva. Mekkora idióta vagyok, bakker, egy szobából odébb. Na. Sok-sok kis eldugott zug, igazából, ami opcionálisan felfedezhető. 3, 4, 5. Fekszik. Oké, és akkor ott van a haverja is, azt megvárjuk szépen, jó? Addig újra töltök. Meghalt, oké. Nem halt meg! Az anyád úristenit. Na most meghalt. Az a helyzet, hogy... lehet, hogy a shotgunt azt előbb kellett volna kidobnom, de mindegy igazából. Tehát a lényeg az, hogy most helyet kell magamnak csinálni. Tudjátok, mi 4 helyet csinálok, jó? 4 helyet csinálok, kihozok mindent, ami ott van jelenleg. Ez a szépsége egyébként a végigjátszásoknak, hogy menet közben simán változtatok a taktikán. Például legutóbbi alkalommal nem hoztam magammal shotgunt, de úgy... elhasználtam még a vonaton, tök fölöslegesen. Szóval mindegy, így is, hogy ha már be kellett vállalnom ugye Rebekával egy harapást, akkor ez legalább ennyivel beljebb vagyunk, hogy jó helyen. Na most én pontosan ide fogom kidobni, ahol van ez a benzines fiszfasz is, hogy úgyni, jók legyünk, és akkor most megyek vissza a cuccokért, hagyjál békén, Rebi. Ja. És akkor ugyanez a kör még egyszer. Tehát ő még jelenleg nem fog fölkelni, csak később, meg majd egy haverja az fog jönni valahonnan, de hogy honnan az Isten nyilából, azt még mindig nem tudom, de mindegy. Gyerünk. Arrafele jelenleg nem tudunk menni, ugyanis van egy ilyen, természetesen minden egyes valamire való Resident Evilben kell lenni egy ilyen résznek, ami le van zárva egy ilyen folyamatosan kifele jövő gőzzel. Oké? Na most a létre, hogyha fölfele mentek, akkor ott ki tudok nyitni egy ajtót, ami egyébként nem nyitható máshonnan, tehát ugye egy oldalról nyitható, viszont, meg van 2 darab zöld növény, ha jól emlékszem, viszont van legalább 4 darab zombi páncélozva, kurvára semmi kedvem nincsen szórakozni velük, jó, tehát ezt így hagyjuk. Abszolút nem kell. Azért akartam helyet csinálni magamnak, hogy ezt én innen kiszedjem, jó, tehát ez egy másik típusú shotgun, illetve hogy ezt magammal vigyem, jó? Ezt is magammal viszem. Itt már igazából semmi nincs az égvilágon, ki van pucolva az egész, szóval teljes mértékben fasza. Jó, tehát én azzal a létrával nem foglalkozom. Hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan menjetek föl, van, ahol kicsit lehet rövidíteni, de igazából engem nem érdekel. Jó, tehát teljesen más irányokba fogok haladni, szóval innentől kezdve nem foglalkozunk vele. Köszönjük szépen, és akkor most. Ja. Benzines kanát, azt pedig kipakolom a másik mellé, remélem, hogy még engedi. Nem mindig engedi egyébként, nem emlékszem, hogy mennyi a teljes szám, hogy mennyit lehet kirakni. És engedte, kiváló, oké, köszönöm szépen. Regroup, gyere Rebi, gyere. És ugye tudjuk irányítani mind a két karaktert külön-külön, szóval én most fogom magamat,
és arra jövök, és Rebekát pedig beküldöm oda arra, jó? I'll check it out. Roger. Na, és ugye megint szétválunk. Itt kettő dolgot fogok találni a szobában, aztán majd egy meglepetés nem érne. Szóval, először is van itt egy ilyen kis papíros. Azt mondja, hogy az összes alkalmazottnak. This document is very old, much of the writing is illegible. Azt mondja, nagyon régi a dokumentum, az írás többsége olvashatatlan. Regular meetings of the vaccine research and infectious agent teams will be held. Tehát, hogy a vakcina kutatás és a fertőző ágensek csapatában rendszeres találkozók lesznek, meetingek lesznek. Both missing are security level 5 and will be held in the following locations. Tehát mindegyik meeting ötös szintű biztonsági besorolást kapott, és a következő helyszíneken fogják tartani. Első emelet nyugati operációs irányítószoba, második emelet, ese nem tudom micsoda, ese meeting szoba. És azt mondja, hogy 8-15 a kód. Ezt meg kell jegyeznünk még, jó? És közben hallunk már ugye hollókat is, ami azt jelenti, hogy nekem gyorsnak kell lennem. Na, szerencsére ezt innen oldalról is ki lehet nyitni, bár ilyen szekrényem lenne. Ez az egy kell, és azonnal futás, jó? Nem gondolkodunk, futunk. Jó? Semmi más nem vár ránk, itt igazából csak is kizárólag hollók. És akkor egy jó trükk egyébként, ezt meg is mutatom nektek, hogy váltunk Rebekára, ugye? Follow me! Follow me! Jó, regroupolunk és teleportálunk igazából egyik helyről a másikra azonnal. Oké? Okay? Ez csak egy olyan apróság, ugyanis helyet azt nekem még csinálni kell mindenképpen. Első körben még... Let's split up. Itt, okay. Itt hagyom, ugye? Ja. Ahhoz, hogy nekem legyen helyem, ahhoz nekem most itt vissza kell mennem. Azt tapasztaltam, hogy egyszerűbb igazából lerakni a dolgokat addig, amíg nincsen rájuk szükség. Jó, tehát most egy ilyen gyors kitérőt teszek csak ide. És ugyan még nem teljes, de én szépen ide rakom ezt a szobrot, addig sem foglalja a helyet, úgyis ide fogok majd visszajönni, jó? Ez egy biztonságos tér, itt nyugodtan lehet csinálni bármit, amit szeretnék, szóval teljes mértékben fasza. És akkor most pedig, ha igaz... Let's go! Azaz. Ha minden igaz, akkor Rebekánál vannak a shotgun lőszerek is. Aha, ez így van, na. Itt pedig akkor egy ilyen gyors kis futással bejövök ide. Itt van egyrészt shotgun lőszer, az nagyon-nagyon fontos. Meg, hogyha szeretnétek, akkor itt is van egy mentési pont. Jó, én most a kettőt össze fogom kombájnolni. És itt fogom hagyni közvetlenül a mentő cucc mellett. Jó, 5 darab. Ez 5 darabig elég lesz. Oké. Okay. Fordulunk, megyünk. Gyere. Ja, itt van egy doksi egyébként, azt majdnem elfelejtettem, jó? Tehát itt ezt el lehet olvasni, egy apróság egyébként. Mondtam, hogy olvasgatni fogok, azt mondja, hogy a trainees az kiképzés alatt állok, nem tudom, mindegy igazából, tehát hogy szabályzat. Igen, tehát ugye a kiképző központ célja. Azt mondja, this training facility will raise a new generation of model employees to serve the future of Umbrella Corps. Ez a kiképző központ a... mint a alkalmazottak egy új generációját fogják kinevelni, akik a jövőben az Umbrella Corporation fogják szolgálni. Applying the strictest and most rigorous training standards, this facility will, without regard for gender, race or creed, produce only the best candidates to be the future global leaders of Umbrella Corporation. Milyen kedvesek egyébként, tehát egyáltalán nem rasszisták, mindenkit utálnak. Na, szóval azt mondja, hogy a legszigorúbb training standardeket állítottuk föl, hogy ez a létesítmény nemre, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül a legjobb jelölteket állítsa ki, hogy az Umbrella Corporation jövőbeli vezetői legyenek. We look forward to the development of your leadership qualities. Várjuk vezetői képességeinek fejlődését. Training facility guidelines, itt vannak a szabályok. Ugye discipline, obedience, unity. Tehát, hogy fegyelem, engedelmesség, egység. Nagyon szekta. These three words are the basic principles which govern Umbrella Corporation employees and are to be considered the law of this facility. Ez a három szó, ami alapján az Umbrella Corporation alkalmazottai működnek, és ezen a helyen ez a törvény. Keep these words in mind at all times. Devote yourself to your training and bring honor to yourselves and the corporation. Mindig emlékezzetek ezekre a szó. Mostanában őzök, nem tudom én. Sose őztem. Tartsatok észben ezeket a szavakat. Devote yourself, az a... Kötelezzétek el magatokat a training mellett, és hozzatok dicsőséget magatokra és a cégre. James Marcus, igazgató, persze, hogy igazgató. Gondolom pizzapartikat is tartottak, hogyha valaki panaszkodott a bére miatt. Igazgató.
Na most akkor, ja. Én szerintem egy ilyen gyors cserét azt végrehajtok. Csak a biztonság kedvéért, jó? Tehát Vilmosunknak ez így tökéletesen megfelel. Köszönöm szépen. Rebekánál van némi pisztoly, hogyha kell. Azaz, megyünk tovább. Futás. 4, 5, 6, 7, 8. Gyors csere. És akkor Billyvel elintéztük a maradékot, ugye? Nem, még van egy. Mivel lőtt Rebecca? Nincs nála semmi, vagy van? Nincs, tök üres. Hál' Istennek, jó van akkor, oké. Menjél odébb. Ezt a kettőt mindenképpen le kell szedni, ugyanis mászkálni fogunk még itt egy darabig, jó? Tehát nem nagyon szeretném, hogyha itt lennének a seggembe. Na most itt két helyszínre is tudok menni, ugye? Váltok közben Vilmosunkra, nem tudom, hogy miért Rebekánál maradtam, na mindegy. Szóval, jön velem ugye Rebi. Ő szépen oda fogja magát és beszáll, mert Rebecca kedves. Én pedig most oda megyek és ezt szépen beletömöm a helyére. Nem most, hanem amikor odafordultam. Maradsz ott, Rebi, jó? Maradsz. Na most ez igazából egy lift, amivel föl tudjuk küldeni Rebekát ugye az emeletre. Menjél már vissza! Menjél már vissza, te! Na végre, te nőstény állat, azaz. Magától mászkál. Na most itt ez mókás lesz, itt szeret mindenki pánikolni, ugye? Meg hasonlók, engem meg pont nem érdekel. Hagyjál már békén, hespicsába. Menjél már! Menjél odébb! Ez necces lesz. Nem. Bazd meg. Majd akkor visszafelé, jó? Majd akkor visszafelé, semmi gond. Normál esetben ez sikerülni szokott egyébként. Nem baj. Most itt az a titka egyébként, hogy a hollók azok ne baszogassanak titeket, hogy ne baszogassátok a hollókat, jó? Tehát lehet egyébként lövöldözni rájuk, vagy pedig csak elfutunk mellettük, és onnantól kezdve teljes mértékben jók vagyunk, ugye? Ugyan jobban tetszik. Az a baj, hogyha összességében 5 darab holló van itt, hogyha ezt a kettőt leszeditek, akkor van 3 társuk, aki ide fog jönni szórakozni velünk, mi ezt nem szeretnénk egyáltalán. Abszolút nem szeretnénk. Hogy állok? Megtéptek? Megtéptek kósan, na mindegy, nem baj. Ami viszont azért probléma, mert hogyha csak 2-t szedtek le, egyébként kurva nehéz őket megtalálni, csak 2-t szedtek le, akkor viszont a maradék 3, ha visszajövünk ugyanazon az ajtón, mint amin az előbb bejöttünk, ha visszajövünk, akkor basszus, azonnal ott lesznek a nyakunkon, és azonnal megtépnek, jó? Tehát ez nem egy olyan jó poén. Na, ez így van, köszönöm szépen, váltunk Billyre, és most megyünk vissza. Nem tudom, hogy miért egyébként, hogy azért, mert fáradt vagyok, mert hogy nyilván éjszaka szokta, ott van egy térkép egyébként, hogyha valaki szeretne. Most azért, mert tényleg kicsit fáradtabb vagyok a kelleténél, egész nap futkostam. Vagy azért, mert van egy kis lag, ugye itt a játékban. Vagy azért, mert szimplán csak elvénáztam, de sosem szokott ilyen problémám lenni, egyébként én nem kerülöm ki ezeket a péniszeket. Halnál már meg. Még mindig élsz? Gyere! Keljél föl, hátha megkapok még egyet. Nem, nem él már, oké. Na mindegy, ezt most kicsit elcsesztem, igazából azt akartam csak, hogy... Képzeljétek el, hogyha most ezt elcsesztem és ezt látjátok, akkor milyen volt az, amit eredetileg ki akartam tenni. Szóval, normál esetben ezeket egyébként ki lehet kerülni szépen kényelmesen. És... na, ott is vagyunk. Tehát szépen kényelmesen ki lehet kerülni. És felszedni a lőszert, jó? Ezt majd később fogjuk megcsinálni. Nem most. Most pedig, amit csinálok, hogy egy Rebecca az kinyitotta ezt az ajtót, szóval én most fogom magamat és szépen bemegyek. Most erre lesz szükség. A következő részt is remélem, hogy nem fogom elcseszni. Necces, de megoldható. Oké, akkor kicsit pakolásszunk, jó? Mert most nekem kell hely. Oké, szóval akkor Rebeccával akkor most követelünk szépen... ja. Ezt elvesszük, valamint elvesszük ezt is. Valamint... jelen igazából ez maradhat Billynél. Viszont elvesszük ezt, jó? És akkor fordítva, a shotgun lőszert azt én kérem vissza, mert annak viszont van hely, jó? Vagy lesz hely. Oké. Nem megvipeljük, köszönöm szépen.
Rebekát azt jelenleg még itt hagyom, jó? Tehát nem foglalkozok fel. Mit töltögetsz, te pénisz? Édesanyám! Nem akartam, hogy újra töltsön, de mindegy. Na ez a rész, ez ilyen nagyon-nagyon fucking good. Kurva félelmetes, de nem baj, jó? Szóval szerencsére hülyék, szóval odafutunk, fölvesszük egyszer ezt a gránátvetőt, aztán megyünk tovább, lefele. Aztán nem azt akartam, hanem azt akartam, köszönöm szépen. És akkor gyorsan kikerüljük az egész bandát, elfutunk arra, hagyjatok békén. Azt is felszedjük, nem ugrasz kis köcsög. Gyerünk, és már itt sem vagyunk, jó? Ez az. Jó, tehát így is meg lehet csinálni egyébként, nem kell feltétlen lelövöldözni őket, ez a legjobb része egyébként neki. Na, most pedig, hogy kijöttünk, most van rakéta, vettem. Na, gyere szépen, Rebi, jó? Van minden az égvilágon nálam. Ja. Shotgun, gránátvető. Oké, okay, akkor szerintem én most itt kicserélem. Először is kell nekem a pisztoly, elhasználta ez a nőstény állat, na mindegy. Exchange, akkor kell nekem ez. Jó. Aztán majd a többit azt elkérem tőle később. Föltöltötte a pisztolyát, el kell venni tőle. El kell venni tőle. Ezt mindig elfelejtem, bakker. Na most én jelenleg itt fogom hagyni szépen ezt a gránátvetőt, majd később föl fogom szedni, jó? Illetve én most kérek Rebitől ilyet. Tökéletes, köszönjük. Na. Most itt az a helyzet, hogy ugye megint csak ugye Billy az erős, és ugye Rebekával, ez így van, Rebekával pedig ugye nem fogjuk tudni ezt megtekerni, viszont Billyvel igen. Úgyhogy most Rebekára vár ugye az, hogy felszedje azt, ami ott van. Tehát fölemelünk ugye egy rácsot, gyakorlatilag. Úgyni. Az alatta lévő cucc kell nekünk mindenképpen, jó? Háromszög, úgyni. Rebekával oda megyünk szépen le. Futunk, mint a rohadás, jó? Véletlenül sem érünk hozzá semmihez, hogy Billy ne engedje el ezt a szart, mert akkor meghalunk. Fölszedjük, és boss csata. Ez az egyetlen egy olyan boss egyébként, akit csak Billyvel lehet kinyírni. Azonnal fogom magamat is szépen ide mozdulok. Jó, azonnal. A következő a helyzet, hogy kell neki nagyjából 50 darab lövéspisztolyból. Azért jövök ide, mert hiába mászkál itt igazából. Jó, tehát elkerül. Állandóan elkerül, jó? Tehát ezzel nincsen semmi probléma. Gyerünk! Ilyenkor, amikor kicsikét így marakodik rajta, akkor sem árt neki, viszont akkor közel tudok menni, és egy ilyen orbitálisan kurva nagy lövést le lehet adni rá, jó? Na most jelenleg meg kín vagyunk ugye a zónáján. Gyerünk! Tényleg csak azért mozgok így, hogy lássam, hogy eltalálom a rohadékot. Oké, és... Na most mit lépsz? Megállsz, vagy... Nyomogsz, vagy nem? Megáll nyomogni, tökéletes. Na gyere akkor. Mit csinálok, édes faszom? Te szar! Gyerünk! Telibe szembe volt a rohadék pedig. Jó, akkor... Megpróbálj befejezni a pisztolya, jó? Célozz már! Meg is van. Maradjál, jó? Tehát én még mielőtt itt tovább mennék, még szerzek magamnak némi cuccot, oké? Okay? Véletlenül se felejtsük el.
Elvileg még kéne, hogy legyen egy helyem legalább, ha igaz. Bazd meg, és itt, így is itt vannak a rohadt anyjukat, na jó van ám. Ez nem volt poén. Ez nem volt poén, na mindegy. Akkor valószínű egyébként ez teljesen RNG egyébként, tehát hogy most akkor sikerül vagy nem sikerül anélkül, hogy megtépnének. Kurva anyját. Hagyjál békén. Akkor ez teljes mértékben véletlenszerű, a rohadt életbe. Pedig eddig minden alkalommal az volt, hogy amikor leszettem az első két holdot, akkor ezek itt voltak, amúgy nem. Gyorsan igazából csak egy valamit csinálok, amíg azok ott nézelődnek, hogy ide lefutok és ezt így felszed. Nem. Köszönöm, és már húzunk is innen a picsába, jó? Anyádat azt! Csak elkapott, nem baj. Nem baj. Jó, tehát teljesen jó még igazából, hogy a sárga kósomban vagyok. Majd ha narancsárgában vagy dangerben vagyok, akkor majd foglalkozok az ilyen problémákkal. De ez szerint akkor most jól elcsesztem az egészet. Mert hogy most ez így ilyen kurva hollós rész lesz. Szakadnátok már meg! Na. Jó van akkor. Jaj. Na most ugye megvan a kulcsunk, Billy pedig még fine-ban van, Rebekának átadom azt az egy darab zöld növényt. Amúgy is ez volt a terv egyébként, hogy odaadom neki, szóval ez itt teljes mértékben fasza. Az ilyen apróságokat azokat, nem, ezt cseréljük ki, jó? Köszönöm szépen. Apróságokat azokat még így is megoldjuk. Kiváló, köszönöm. Come on. Okay. Gyere, jó? Gyere, meg nincsen most helyem, mi? Ja, nincsen helyem akkor. Rebekával, jó? Ezt nem hagyjuk itt egyáltalán. Ez egy nagyon jó barátunk lesz a későbbiekben, oké? Véletlenül se hagyjátok itt. Abszolút nem szabad. Na gyere, megyünk kifele. És kettő darab helyen fogom tudni használni ezt a kulcsot összességében. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Futi, futi, futi. Hú! Az egyik pedig, az lent lesz, úgyhogy Rebekát azt most szépen fogom magamat is idehozom. Megállsz, jó. Adok neki cuccokat, hogy kicsit jól érezze magát. Várj, csak azon gondolkodom, hogy hány rohadék lesz menet közben, de... Ja, nem, hanem átadom neki, jó? Átadom neki. Tökéletes, és akkor egy darab helyen még marad is. Rebi ott marad, te menjél. És akkor az első hely, ahol én ezt el fogom használni, az itt lesz lent. Futás, 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 futás. Jó sok benya. Úgyni. Ugye itt volt ugye ez a kettő darab zombi, akit leszettem menet közben. Ki gondolná egyébként? Már is ott van egy haverjuk, ugye? Na, nem ezt akartam, bakker. Ebben a játékban az égvilágon mindent bakker úgy csináltam meg, hogy mindennek címkéje, olvasnivalója egyebben van, tehát tököm ki van vele, tehát tényleg ez a rossz helyre kattintok, és onnantól kezdve így olvasgatotok fél órán keresztül. Na most, először is nekem kell ez a folyadék, mert fordítva viszont necces, jó? Van Billynek egyébként ugye öngyújtója, csak rohadtul nem működik, mert nincs benne semmi. Na most már határozottan igen, szóval ahova öngyújtó kell, ott majd fogjuk tudni használni. A másik pedig ez Rebekának egy ilyen üvegecskét elviszek. Jó, tehát megyünk üvegezni. Lótifuti, kifele. Ez volt az első hely, amit ugye el tudtam használni. Futás. Nem. Hagyjál békén. Gyere ide, Rebi. Miért hagytam ott fönn igazából, amikor így is, hogy is ide kell hívnom a kombinálások miatt, azt nem értem. Jön Némá? Na végre, köszönöm szépen. Szóval maradjunk annyiba, hogy kedves Rebeka, én adok neked cserébe a shotgunért egy ilyen cuccot, jó? Mit szólsz hozzá? Nem lesz elég jó a rohadt életbe? Nem. Jó, azt addig leteszem addig, amíg pakolászunk, jó? Tehát akkor kapsz tőlem üveget. Oké? Okay? Összeset. Tökéletes. Gyerünk. Valamelyik benzinest, tök mindegy igazából melyiket. 6 darab van bennük, nekem most... Aha, jót vettem föl, kiváló. Kombinálunk. Már is 9 darab van, nem sokkal jobb? Ugye sokkal jobb.
akkor már csak el kell találnom azt a kurva shotgunt. Jót veszek föl? Jót vettem föl! Tökéletes, tökéletes, tökéletes. Na akkor megyünk fölfele. Következő állomás, megint csak Vilmosunk jön. Következő állomásunk az pedig... Gyere már! Az pedig ide bent van. Most, hogy tudok gyújtogatni, ugye most már sokkal könnyebb dolgom van. Na nézzük akkor, hogy állunk, mi az, ami esetleg nem fog kelleni nekem itt. Ott van egy darab helyem összességében. Itt semmi az égvilágon, ezt most itt hagyom, jó? Ezt most itt hagyom, és akkor talán van esélyem. Aha, talán van esélyem. Normálisan csinálni a dolgokat. Gyere, Rebi! Na most ugye említettem, hogy több dolgot tudunk csinálni. Errefele volt ugye a liftes rész. Engem most nem az érdekel, hanem engem a másik érdekel. Fuss el. Először is itt elhasználom a kulcsot. Jó, tehát itt nem megyek még be, csak elhasználom. Ez így van. Jó, tehát csináltam helyet, illetve akkor most ugye bejövünk ide. Nagyon tetszenek ebben a játékban egyébként a puzzle-ök, tehát relatíve egyébként úgy csináltak meg, hogy annyira nem rugaszkodott el a valóságtól, jó? Tehát először is akkor Rebekával fölvesszük azt. Köszönjük szépen. Ezért csináltunk neki helyet, illetve menet közben pedig kedves Kohány Vilmossal meg fogjuk és begyújtjuk itt a dolgokat. Erre való az, hogy az öngyújtó. Tehát itt ez egy kicsit földhöz ragadtabb az egész, tehát az, hogy jó, nyilván az, hogy mit öngyújt, hogy be kell gyújtani egy gyertyát, hogy kinyíljen egy ajtó, az ilyen fura, de oké. De az, hogy mondjuk különböző ilyen filmeket kell megszerezni, megnézzünk képeket, és számítógépből fogunk kapni később lemezt, ez egy egészen normális, működőképes megoldás egyébként. Na most akkor gyorsan barátkozunk. Ja, ezt kérem vissza. Ez a baj egyébként azzal, hogy megpróbáljuk. Egy mínusz. Kettő mínusz, jó? Ja. Rebeka lesz, hogy gyűjtögetünk igazából. Oké? Oké. Na most itt pedig, ami vicces, hogy kettő karakterünk van, ugye mind a kettő másban jó, és ezért is kapunk egy trófát, hogyha ezt megpróbáljuk eltolni Rebekával. Majdnem összejött. Ott is van, jó? Sanitéc vagyok, nem bodybuilder. Úgyhogy húzz el innen, Rebi, jó? És akkor hagyjad a nagyfiúkra a dolgot. Oké? Köszönöm szépen. Van nekem egyáltalán még egy helyem, vagy nincs? Ez egy jó kérdés. Nem. De Rebekának van. Úgy nem. Meg is van, kérem szépen, akkor Billy-től elkérem azt az angyal darabkát, ezt kiolvasom természetesen. Úgyni. És gyakorlatilag annyi, hogy ezeket a szobrokat igazából össze kell rakni, ugye feketét is, meg a fehéret is rá kell tenni, majd a mérlegre is, onnantól kezdve balanszban van, és tök jó. Jó, tehát onnantól kezdve kinyílik egy ajtó. Na most itt végeztünk, úgyhogy mehetünk tovább. Köszönjük szépen. És akkor itt kifele. Tényleg az a tök jó, hogy tök mindegy, hogy milyen messze van igazából egymástól a két ember. Abszolút, de mindegy. Nagyon-nagyon csörögnek odafönt. Jó buli van. Továbbra is ott egy térkép egyébként az asztal, hogyha valaki szeretne engem, most nem zavar, hogy ott van vagy nincs ott, jó? Jó. Na, és akkor most pedig én itt fogom hagyni Rebekát egy picit, jó? Gondolkozzon a dolgain. És itt pedig... hagytam magamnak helyet egyáltalán, vagy egy idióta voltam? Egy helyen van, az teljesen jó. Oké. Azt hiszem. Ja, ide kell Rebi is, bocsánat. Vagy legalábbis hasznos, hogyha itt van. Na gyere, bocsánat. Bocsánat. Annyi kurva ajtóban ebben a házban. Gondolkodtam rajta egyébként a napokban, hogy lehet, hogy jogdíjak vagy egyéb okosság miatt nem csinálták még meg. Pedig egyébként...
Rendkívül jó lenne, hogyha mondjuk lenne egy ilyen Resident Evil témájú szabaduló szoba. Most gondoljatok bele, hogy tényleg ilyen elmaszkírozott színészekkel például, akiket le kell lőni, oda-vissza kell futkosni, ugye, hogy megtaláljuk a tárgyakat, kinyissunk másik ajtókat. Nekem ez egy totálisan szimpatikus dolog lenne. Na most először is ott fölveszük a pisztolylőszert, köszönöm szépen. Valamint, hogyha Rebi elhúznál az anyádba, akkor itt szépen át tudnék mászni az asztalon, köszönöm. Ott is van. Természetesen. Fölkapcsoltuk a villanyt, és akkor húzza csába. Jó. Amíg útban van, addig nem tudom sajnos tolni. 3, köszönöm. Korán nyomtam, na mindegy. Igazából a szarvasnak, ami van az a csillogó része, az kell nekem. Ez így van, na. Most ez egy darab ilyen tű, elvileg, gyakorlatilag az órának a része, jó? Tehát innentől kezdve majd ezt fogjuk használni, de előtte olvasunk gyorsan egyet. Azt mondja, hogy igazgató asszisztensének naplója, szeptember 2-a. Use this bunch of trainees as always, where does headquarters find this idiot? Azt mondja, hogy már megint egy rakásba alfasztanonc, mint mindig. Mégis honnan szerzik a főnökségnél ezeket az idiótákat? We did get a couple of decent ones though, so can't complain, I guess. William and Albert, they might have a future. Kaptunk viszont egy-két egész jót is, szóval gondolom nem panaszkodhatok. William és Albert, nekik még lehet jövőjük. Szeptember 25? Scholar real, practicor L, they really are opposites and they're always competitive in everything they do. There's something ruthless and cruel about them both. Will a tudós, el a praktikus, teljes ellentétek, és állandóan versenyeznek mindenen. Van mind a kettőben valami kegyetlen. Október 7-e. Got a sudden call from the director. It was to tell me to encourage a rivalry between those two. Egyszer csak kaptam egy telefont az igazgatótól, és azt mondta, hogy élesítsem ki a kettőjük közti rivalizálást. It's the first time since this training facility was built that director Marcus has ever shown interest in anything other than his research. Ez az első alkalom a intézmény életében, hogy Marcus igazgató úr bármi más érdekelt a kutatásán kívül. Well, whatever orders are orders, I'm going to have them tearing at each other's throats. Tehát mindegy, parancs az parancs, egymásnak ugrasztom őket. Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy és aranyos vagy. Ebből az égvilágon semmiféle problémánk nem származott eddig, ugye? 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 Rád nézek, G-vírus. Cseszed. Na mindegy. Szóval most, hogy itt ki vagyunk pucolva, ugye? Lúti-futi. Na, most ugye megvan nekem ugye az a kis órafiszfasz, ami azt jelenti, hogy majd később vissza fogok tudni menni oda. Ahol ugye van az a két darab sátáni rohadék. Nem baj, majd későbbiekben foglalkozunk ezzel a problémával is, ugye? Ugye. Mielőtt én viszont bármit tennék. Úgyni. Mielőtt még bármit tennék, ezt szépen felszedjük, azaz, és szerintem ezen a ponton már mindenki tudja, hogy mi következik, és holnap találkozunk.